Hát jó reggelt, Vietnám! Sziasztok! Sziasztok! A képer itt van már. Na jó, van, oké. Jaj, annyira vaj, hogy futok mindig állandóan, mint rohanok itt az úton végig, mint az őrület. Gyerekek, hát máma megint olyan csodás dolgokat fogok csinálni. Fogok, nem fogok, fogunk. Vigyázzatok, bambázzak! Gyorsan ide, megugorunk! Jaj, ide! Észre ne vegyenek minket! Jönnek! Oh my god! Gyerekek, tök ilyen izé érzésem van, ahogy itt elkezdtem lopakodni. Ilyen nagyon PUBG is, nem? De úristen, na jó, adjuk is abba. Na srácok, figyeljetek, egy csomó dolgot kell csinálni a lábor. Arról beszéltük, hogy a Case IHA az el fog innen távozni, úgyhogy nem is nagyon erőtessük vele a tojás hordást. Bár lehet, hogy egyébként az izének meg kevés lesz, gyerekek, a leát, hogy a lehet, hogy a GCB-nek kevés lesz itt a, ez a cucc. Vagyis az energia kevés lesz, hogy a GCB elvigye a millió tojást. Na, azt akartam mondani, képen csak egy kicsit bajalót tart neki. Amúgy is kellene egy kicsit változtatni a dolgokon. Ja, gyerekek, hát hallod. Ennél összeszedettebb gameplay nem volt még a világtörténelembe. Így dudolgatok magamban, észreveszem, hogy betöltött a játék. Aztán erre meg mi van? Hát megőrülsz, megőrülsz. De várjál. Most mi ezt mit akar csinálni a Keeper, gondoljátok? Úristen, hallod? Keepernek elment az esze, nyomunk egy visszaállítást először is. Eladjuk azt a járművet, de azon kívül meg kell nézni itt a tárhutókat, mert akkor kellene venni egy gyerges valamit, de valami, amelyik használható, gyerekek, megy, mint a duvad. Valami olyasmit. A Cross mondjuk azt egyszer 65 ezer, úristen, hallod? Hát nagyon-nagyon, meg ugye ez volt nekünk, ez meg igazi. 65 ezerért hallod? A szemem megáll, az nagyon drága nekem, nagyon drága gyerekek. Az Ural az nem lenne rossz, meg van itt Zeal. Várja, itt az Ural. Ezt nagyon mondtátok, hogy ezt vegyem meg, mert ez nagyon epik jó. Egyébként jó néz ki. Valami olyan szívbe kellene megvenni, amelyik olyan, nem olyan tipik, nem? A bumper nem kell, a motorbeállítás egyébként lehet belevenni ilyen 600 lóerős Jams motort. Amelyik egy kicsit olyan túl van tolva szerintem, de hát ügye fele gyerekek. Kerékbeállításnál szerintem mehet rá a default, nem? Mit gondoltok? Gondolom, hogy mehet rá, ja, ez. Mást meg nagyon nem lehet, csak a bumpert. Legyen egy ilyen krék Ural, jó? Oké? Okay. És ez megint aztán verünk el valahol a lóvédek, mert ez már megint ilyen 44 ezerbe fáj. Mert írtátok, hogy legyen akkor már dedikált jármű. Hoppá, Dolly meg itt maradt. A Dolly Buster. Régen volt egy ilyen felnőtt filmes, most jutott eszembe. Hát ez a név, ez körülbelül 30 éve nem jutott eszembe, vagy 20, vagy az Isten tudja mennyi. Na, ezt a pautot el akarom átni, aztán kellene venni egy másik. Na, gyerekek, ez indul. Megindult mind a tavaszi virágok. Na, ezt el akarom adni. Ó, ez az Ural, ez jó. És ebben a kék színben olyan kis, ez egy kis izé, Ziles Ural. Azt a betyár, gyerekek, ez úgy megindul. Hallod? Ez egy gyorsulási versenyre, kik a vele menni, bazze. Vácira kivegyünk. Csattok durrog. Na. Mert ebből van egyébként egy jobb, nagyobb verzió. Élődje a Keeper, és akkor megveszi a legnagyobbat, és az azt hiszem, hogy a Bálo, a Béla Technology-ba van. Ne arra gondoljatok, ma egy kicsit ilyen bohókás vagyok, mindig így változik a képernek a hangulata, néha komoly, néha meg a hülyeség az megy jobban. Bélázos technológiában van benne, ebből izé van legnagyobb hosszú, 15, 20 méteres, úristen, ez nagyon durva lesz egyébként. Ez nem tudom, hogy nem lesz nagy, azt a betyár, úristen, hallod, ez hány darab fér rá? Jó, nem is nagyon bántom, hallod, így is izébe kerül, 36 ezerbe. Hát megint egy izének alá vertünk, egy 80 ezernek. Nem éne. Adja, fussál az illetbe. Egyébként ez a külső, oda nézze neki, résnyileg, épp hogy egy résnyire kinyillott az ajtó. Úgy vágódtuk be rajta, élre, érted? Ó, nem is olyan nagy ez. Nem, Úristen, mekkor ez. Hány darab izé rakla fél erre, gyerekek? Na, el kell adni a tojásokat, ezt bele kell rendülni akkor már az alsó gazdaságba. Egyébként ez szerintem magas nagyon, és ez lehet, hogy izé. Há, nem hiszed el ez a kriptonit tábla, hallod? Ez nagyon magas, és esélyes, hogy ez a
Egyébként izé, hozé. Várjátok, én nem kezdek el aratni addig, amikor a tojástere vagyunk, mert inkább alsó földön kellett dolgozni ezerrel. Aztán... Azt a betyár gyerekek, hallod? Na, ezt nem fogja meg a reabód, öcsém. 80-na veretjük bazzel búza táblába. Na, igen, majd kicsit ilyen bókás vagyok. Tök más, mindig más hangulatom van, és ezt nem tudom, mivel nem játszom meg a magam, hogy a gameplay alatt, így nem nagyon sikerül, mindig ugyanolyanak lennem. Várjátok, attól félek egyébként kifagy, mert annyi tojás fogunk vinni, hogy a szemünk megáll. Ki kell szórni mindent. Küzípre, aztán akkor azt csináljuk, hogy akkor elviszük. Játékment, és várja, álljál meg, keeper, barát. Hát nem biztos, hogy jó árba megy a tojás. Megint kihordod, azt utána meg a földre rakják talán. Megy fölfele, második értékesítő állomásnál, úgyhogy akkor perjétjük az időt, mint az őrült. Ezt megnézzük, hogy mennyi. Ugye, hogy minimum 5000. Minimum az 5000, amennyire eladja a keeper. Mondjuk az jó lenne, hogyha oda vinnék, mert akkor nem kéne messze vinnie. Wow! Oda néz! Testvérem az úrba, megnézzük a másikat is. Belepörgetünk az időbe, megnézzük a másikat is, hát hogyha az jobb lesz. Most áthelyeztem egyébként a mikrofont ilyen fejmagasság fölé, talán annyira nem fog zavaró lenni. Jaj, az a baj, hogy így, jaj, esik az eső. 5200, nem, utálok éjszaka menni, nem akarok éjszaka tojást hordani, úgyhogy emiatt. Hűha gyerekek, baj van! Nem fér több csirke-csurka az olba, valahova. Na mindegy, de nem ide, az biztos. Szarjuk ki a raklapot, aztán fölköszedni. Úristen, mindenhol tojások vannak. A tojás nagy hatalom! Tényleg izeig vagyunk, gyerekek, tojás nagy hatalom, esküszöm, hallod? Hallod, már megint izeig, nem is tudom hány milliót fogunk keresni. Már annyira nem kellene eldobni. Egyébként úgy meg tudom lagoltatni itt a játékot, öcsém. Nem tudja hova rakni a tojásokat a dolgozó. A tyúkok, öcsém, már felekükbe tartják a tojást. Nem tudja. Ilyenkor mi van tényleg? Így összezárnak így. Hátul aztán így, mint amikor neked, amikor buszon üszasztál, haza kéne élni a sulipu időben, vagy a munkahelyről, aztán már nagyon kikívánkozik, vagy ilyenkor mi történik? Olyan. Nem vágom. Egyébként, amikor ilyen... Hát, jó van ez. Ott marad az egy. Gyerekek, hallod? Annyi tojás lesz, úristen, nem meg fogunk örülni, hallod? Jó van, annyira nem van. Egyébként egy hely, lehet, hogy egy helyre nem akarjám csak elfogadni, aztán itt sipákol érte. Közben meg ugye aztán nem is olyan nagy probléma van. Jó, gyerekek, vigyünk meg mindent. Mert ilyen félraklapok ne maradjanak itt. Ja, kíváncsi lennék, a tyúkok így ülnek ott állnak, aztán... Dispatchereznek, hogy vigyázzál, keeper, nem tudjuk hova rakni a tojást. Gyere gyorsan, vidd a kamionnal. Addig bent tartjuk. Jó. Hát nem tudom, hogy mennyi pénz jön belőle ki, egyébként láthatóan azért nem olyan fullon vannak. Ja, várja, izé is elfogyott be, a gabona is elfogyott tőlük, úgyhogy azért nem is tojtak tovább, mert valamelyikeknek, főleg ezeknek itt az elsőknek, azt hiszem elfogyott már a gaborájuk. Úgyhogy esélyes, hogy azért, gyerek, ilyenkor egyébként olyan FPS drop van, ugye amikor itt az ólak között járok, gyárilag ugye 10 darab ólatra tervezett ez az engine, a keeper meg már 20-nál tart most, aztán még hol van a vége. Jaj. Úgyhogy azért van ilyen FPS drop itt leginkább. Ugye ezért is terveztük azt, hogy máshol fogjuk építeni a többi telepet, mert megvadultok, gyerek. Hát meg itt elkigurult ide, várja, visszarakom. Erről az izé jut eszembe. Van itt a faluba egy csávó, aztán az lopta a keresztapádnak a tökkit. Aztán pont így vitte ki a izéből, a tökföldről. Így az útnál, így már a kocsijánál, pont akkor megjelent autóval ment a keresztapáv, és akkor így megáll előtte, vagy mellette. Na mi van, Zolikám? Na mit csinálsz? Ugye csávónak meg tök a kezébe. Nem a sajátja, hanem az Oli bácsi. Na nem úgy, mert ez nem az, a, nem az, nem az ez egy nem felnőtt film, nem az a töke volt az Oli bácsinak, vagy Zolinak a kezébe. Nem a keresztapám töke, hanem igazából a keresztapám töke, csak más verzióban, tudja. Jó, nem magyarázom, tudna. Igen, és... Nem, mit csinál Zolikám? Zoli bácsinak hívták egyébként, Zoli bácsinak hívják a keresztapámat. Zoli bácsi, hát pont kigurult, erre jöttem, kigurult a töke az útra, én meg akarom visszarakni.
ilyen duma, ahol így előállt. De hát a keresztapám az nem annyira diasztal. Zolikám, na nem mondod. Kigurult az útra a tölk, csak vissza akartam gurítani, rakni. Gyerekek itt, hallod, nem tudom mennyi pénz fog ebből bejönni, de hallod, a szemünk kifolyik a lóvétól. Ez most halál komolyan, ez a szemünk kifolyik. Egyébként azt hiszem, valamilyen opciók be lehetne állítani, hogy ugye eladó pontot tudnék ide rakni. Figyeljetek, igazából hallod? Ide milyen elrakhatnék eladó pontot? Én vagyok a világon a tojás király, hát csak izé eljönnek érte, most már lassan, nem? Úgyhogy lehet, hogy egy idő után az lesz, hogy rakok ide eladó pontot. Most nem az érde, amikor ilyen 2 millió eurónyi tojás, az vágott 2 millió eurónyi tojás, az mennyi? 2 millió eurónyi tojás, az 800 millió forint. 800 millió forintot adok most a kóba, az nem valami hiteles, hogy beviszek a kóba 1 milliárd forintnyi izét, tojást eladni, gondolom. Lehet, hogy nem nagyon örülnének neki, érted? Az alsószegi kóp üzletbe bevinnéd a izét, a tojást, és akkor mondanád, hogy a 800 millió forint lesz. Biztos a kasszából így kiemelek, hogy jaj, Marikám, vedd ki az aprót is a kasszából, mert 800 millióért hozott tojást ez a hülye gyerek. Azt át kéne venni. 800 millió forintért. Forintba beszélünk, ugye, mert 2 millió eurónyi tojást fogjuk kérni. Hát akkor a bár szerintem helikopterre hordanák ide, vagy nem is tudom, hajóval a tojást. Jaj, csak belebagoljon ez a mód, ugye, ez a rakhatom a dolgokat mindenhol. Bocsi, hogy egyébként itt most ilyen FPS drop van, de ugye milliónyi. Millió rózsaszál, vérvörös takaró, tavaszi út, porán. Egyébként azt hiszem, hogy várjál, ez volt édesanyám kedvenc zenéje, legalábbis ő szerinte, ő azt mondta. Vagyis, vagy nem biztos, hanem a... Volt egy hasonló. Valami... Hány harang virág, vagy valami ilyesmi, nem tudom, lehet, hogy az volt. Nem emlékszek rá, sajnos. Egyébként pont azon gondolkoztam, most ilyen éles témaváltások lesznek szerintem a mai napon, mert így úgy kavarognak a gondolatok a fejembe, mint a turnádó keverni, vagy éppen a trágyaszóró szórná. Inkább a trágyaszóró lehet, hogy jobb hasonlat kifar a gyára, nézve. És akkor adjál neki annyi, figyelj öcsém. Hát hányféle erre? 40 darab? Hát ez, azt a betyár úristenét! Nézzétek meg azt a távolba ezt! Hallod? Hát ezt elmentem, mert ha nem most nem fogyunk ki, akkor soha. Az már oda nézi, hallod? Most azt nem mondta, hogy nem epik. Szerintem ti is rögtök egy nagyot ezen, hogy a hülye gyerek. A hülye gyerek. Hallod? Ez talán nem az érde, ez már sokkal, ez már én sokkal, most akkor így várja. Hallod, nem csoda, hogy belaggolunk néha, öcsém. Jó, amit nem, figyelj, amit nem tud felverni, azt tudod dobom. Meg belerúgok egyet. Hát komolyan úgy rúgok bele, figyelj. Menjé már fel oda! Köl a lóvé! Köl a lóvé, el kell hülyeségre cseszni megint. És most mondhatjátok, hogy ez így könnyű, mert hát de könnyű ez, hát így mennyi, millió rózsaszál jön neked be, egy-két részenként, tényleg 2 millió eurók, meg ilyesmi. Hát így már nagyon könnyű a játék, de hát tényleg ezt nem győzöm emlékeztetni, meg akik most csatlakoznak, hogy lehet biztos vannak olyanok a videósorozathoz. Gyerekek, vödörrel kezdtük, öcsém, vödörrel. 3 rakla fér el még, azt a betyár úristenit hallok. Köl vinnem, aztán majd visszagyűlünk. Ez nagyon durva. Hát nem tudom elvinni egyszerre. Gyárikék! Hát megőrüzz! Várj, nem tudtam menni egyébként. Hát dehogy is, nem oda nézem. Milyen jó megcsináltam, hallod? Itt le lehet menni, várja. Forduljunk el, mennyibe visszük itt. Na, ez az úr, ez tényleg jó lett. Köpcic szépen, aki írta. Tüzetteni fogok, fedezék be! Azt a rohadt élet. A betyár úristenit neki gyerekek. Nya. Jó, egyébként igen, csapongó vagyok. Mit akartam mondani? Valamit akartam mondani, hogy éles váltás, de elfelejtette a kiépet. Ugye ide kell vinni, hallod, 80, de végig tudod tekerni ezt az utat. Hát még jó, hogy nem a GCB-vel próbáltam. Biztos, hogy
megőrültetek volna, hogy én GCB-be hordom. Viszont ez rohadt hosszú, ez a szerelvény, úgyhogy akkora ívbe kell fordul, értség, hogy ívid ide is tartsa. Vigyázz a testvérem, menjél el az útból! Na. Azt a rohadt életbe, hallod ezt én ide lerakom. Jézus, Isten, sajt. De ezt úgy kellene berakosgatnom egyesével, mert különben szerintem tudja, hogy kibagolók. Ha ezt mind át fogja egyszerre verni, hát... Az... Ajaj. Az a baj, hogy ilyenkor meg ugye... Hú, mentek egyet, öcsöp. Egymáson van, és akkor ilyenkor a fizika így megvan tébolyodva. Ugye, mivel két sorban egymáson van, ennyi láda. Betyárul is terít? Hát mi van itt? Gyerekek! Hát szétkresseltetem a játékot. Annyi tojást adok el. Hallod, ilyenkor a tojására hogy levegy majd? Belpörgették. Hú, nem szabad be, nehogy az legyen, nagyon gyorsan kell jönnem, vagy pedig másik állomásra eladni. Figyelni kell, hogy ha visszajövök, nehogy az legyen, hogy már akkor leviszte a tojására, mint az Isten nyila. Hát, hogy itt egy kicsit rendet kell rakni. Az a baj, hogy már annyira aklap, hogy már... Na mi van? Már egyszerűen túl sok. És már nem tudod lerakni az átbevő helyre. Nem is tudom, mennyi pénzünk volt, hát kb. Nullára, nulla volt már megint. Aztán megnézzük, hogy mennyi lesz az annyi. Hát adom neki a raklapot, bocs gyerekek. Nem valami gyorsabb vagy, mert... Egyébként lehet, hogy azt kéne, hogy... Ó, te fiú. Mennyi raklap ez? Hallod, 40 darab raklapnyi tojást. És még el sem hozta a bidded. Már nem viccelj. Figyelj, ide is rakok. De innen is megkezdem rakosgatni be. Érdekes, hogy ezek a tojás paletták, vagy mi a szar, paletta? Hogy ezeket is lehet ciperni, aztán ez meg nem is az enyém. Az ilyen decoration dolgok nem szoktak általában ilyen mapokon lenni. Olyanok, amik ilyen dinamikus dolgok. Tehát így fizikailag felvértezettek különböző. Fizikával felvértezett dolgok nem szoktak a mapon lenni, hanem statikusak. Na, végre kimondtad képer, megtörtént az esemény. Nya. Egyébként még nem is olyan sok ez a pénz, mert oda nézzél. Még csak 700 ezerré tartunk, és már felelassan megvan. Nem olyan sok a pénze kezdi. Nem olyan sok a pénz, amikor meg tudnál venni a legnagyobb földeket, az összeset is. Egy darab izéjéből raklap tojásból vezre, vagy nem egy raklap, hanem egy rakomány tojásból. Na jó, rakjuk félre egy palettákat, legyen kicsit ilyen... Most képzeljétek ezt izével kéne, targoncával leraktam. Nem szerintetek nem nagyon boldogom meg a keeper, mi hallod? Én inkább izé fejbe lőrém magam Istent. Esküszöm. Vakuljatok meg, hogyha leraknál lesz én ezt. Hát biztos is, hogy nem, hallod, de most komolyan. Hát inkább izé önteném a Dunába bele ezt a sok tojást, mint hogy én ezt kézzel rakosgassam testvéreim az úrba. Nincs az az Isten. És bazza, ez hallod egy vetésforgó, meg plusz az árpörgetés miatt ennyit kaptuk. Nézzük rá az árakra, tojás még mindig 5200 e. Tényleg valószínű, hogy arra kíváncsi, hogy ennyi tojást adtam, gyakorlatilag majd 1 milliárd euró értékben adok tojást, hogy az árakat mennyire befolyásolja, mert azért eléggé levinni az árakat szerintem, hogyha hirtelen ilyen 1 milliárd eurónyi tojás így bekerül a forgalomba. Jó, megint túl sok a raklap, bogyodalmak vannak. Na, arra menjél. Te is menjél arra el. Menjél el. Hú, gyerekek. Hát eddig sosem érjetek el a farming szimulátorba, hogy ekkora tételbe kell dolgozni. Kitaláltam ezt az 1 milliárd eurót, azt még sehol nem vagyunk, de már ilyen projektekkel bullatja az időt a keeper, hogy izé. Milliónyi tojás. De most komolyan egyébként ez ilyen, valaki végignézi ezt a sorozatot, bár ember legyen a talpán,
aki a, mit tudom, hány részes, 600 részes vagy hány részes sorozat lesz ebből, azt így végig is kubizza, hát ez egy ilyen tutoriálnak így végig elvenne, mert hogyha ezt végignézted, öcsém, apám, akkor te mindent láttál a Farming Simulator 19-ből, nem? Ez most komolyan. Oké, mapokat, minden, bizony vannak mások, de ha érted, hogy magát a játékmenet szempontjából szerintem nincs olyan, amit nem tapasztaltuk meg, nem tapasztalunk meg ennyi dolgot. Nem tudom egyébként, van ennél lesz ennél hosszabb sorozat, meg ennél... És tényleg megint valaki írja biztos, hogy jaj, mert egós a Keeper, egoista, de nem arra gondolok, de... Most tényleg reális emberre gondolva, van olyan hülye, aki ekkora ilyen hosszú gameplay sorozatot csinál, ezért FS-ből? Hogy 1 milliárd eurót próbál összemókolni? És érdekes, hogy benne vagyunk már itt a jelen belül, és akkor is valamikor nem jut itt, hanem cseszik rá. Na, oda nézzetek, 1,7 milliónál vagyunk lassan. 1,7 millió. Fölvesszük ugye, visszavisszük a laprakokat, de nem biztos, hogy visszavisszem, mert ezeket elviszem majd gameplay-en kívül, mert ugye, ott is ugye lerakom majd egymásra. Olyan szinten szétbagol majd a játék, mert ugye most már nem lagol. Amikor konkrétan nem egymáson van, mert ugye egymásra rak, 40 darab raklapot, és akkor ilyen, ugye mindig folyamatos fizikai hatás, kölcsönhatásban vannak egymásra, és ugye azt számolni kell az engine-nek minden egyes pattanást. Nem olyan pattanást, nem. Mondjuk aztán forgozsámolyossal szenvedhetnék, apám, hogyha nem azzal vagyok mi. Jó, megyünk vissza, elhozzuk a maradék raklapot. Elhozzuk a maradék raklapot. Mindjárt így betolhatok ide valahol oldalra, aztán valami lesz. Ugye Mari, hello, szevasz, figyelj, én vagyok a tojás király. Figyelj, ez szerintem egy nagyon menő, ez egy csajozós duma lenne, hogy figyelj, én vagyok a tojás király. De hát mondjuk az elég macsó csajozós duma lenne, hogy mondjuk 1,8 millió eurót kerestünk. Ez konkrétan tényleg ilyen 700 millió forintot kerestem az utóbbi 2 percben. Hozzám jössze feleségül, Mari. Hát egyébként most oké, tudom, hogy ez rossz dolgot sugallok nektek, de ezt komolyan mondom, hogy így van. Lassan már. Sajnos. Gyerekek, ezzel a géppel lehet veretni, testvérem, hallod? Ura, jól néz ki a belseje. Azt a betyár. Hallod, meg érted? Így 80 van. Olyan, mint a izé. Bugatti. Chiron. Fasza, ez nagyon megy. Ez nagyon megy. Egyébként ez a Reamor ezt is megfogja durva. Üres pótkocsival. Nem azért annyira nem veszes. Na! Mindjárt adjuk a maradék tojást is. Hogy akkor már legyen kerek a történet, ugye? Wow. Nyomunk egy U betűt. Jó, kiszortuk az összeset, ugye? Kiszortuk az összeset. Földobjuk, fölkapjuk, aztán vesszük a dolgokat, megáll. Megfele. Hallod, nem nagyon van arra gondunk, hogy nem fogunk megkapni mindent is, amit akarunk. Van egy olyan sárba gyarunk, 15 raklap, az még... majd nézzük rá. Még 5200, egy picit belepörgetek az időben, vagyok kíváncsi vagyok, hogy hogy mennyire fog levenni az ára, hogyha eladtunk ilyen közel 1 milliárd forintnyi tojást. Már nem eurónyit, hanem forintnyit, ugye. Mert ugye 400 az euró, tehát a 2 millió nyit tojás, vagy 2,5 millió nyit tojás, az lenne ugye 1 milliárd euró, vagy 1 milliárd forint. 2,5 millió euró, az 1 milliárd forint, ugye. Ja, nem is 400 euró, már nagyon nyilván számoljunk, 420 vagy mennyi. De amire kikerül ez a videó, arra olyan 4-5 fel lesz, lord. Gyerekek, ez az ural, ez annyira jól vezethető, ilyen tök jó a reakciója. Ja! Mármint komolyan ilyen, a kormány ugye egy kicsit lassan tekeredik vissza, de hát az ugye elviselhető, mondjuk egy erővel akkor használhatnám, itt van a izé. A kormány is, de nem használom. Azt szét akarom szedni, mert ki akarom menni azt a középre húzó mechanikát belőle, rettenetesen idegesítő. Nyi a gyerekek, akkor ezt meg őszintén... Várjál, ne!
ki kell kapcsolni az út, hogy felszedje a dolgokat, mert akkor meg az történik ugye, hogy ezeket mindjárt fölkapja. Jó, oké gyerekek, ezt még nagyon gyorsan eladjuk. Hát bazza, még itt lesz pénz lóvére, gyerekek. Itt még lesz pénz lóvére, már érzi a keeper. Az a baj, olyan kicsi helyen tudod eladni. Érted? €48 000? Mi van? Változott az ára? Nem. Te Jézus Máriám, hallod? Hát mennyi pénzt kaszálunk? 1 milliárd forintot. A francba. Annyi raklap van, hallod, már nem tudok Dunát letrekeszteni vele. Nem tudod elpakolni már. Na, már pürítsed ki meg azt, meg már. És hova rakosgasson már ezt a sok raklapot? Nem tudom elrakni egyszerűen. Hallod, ennyi raklap, nem tudod elrakni. És azt hiszem, hogy ezek az üres raklapok is befolyásolják, már nem akarja kiüríteni. Jó, azt üríti. Azért sose fogja el, hallod? Ezt nem üríti. Most itt üríti. Azt is üríti, jó. Hát sajnos ez ilyen elég érdekes, azt nem üríti. Tudod, mondjam, kávé ugyanoda rakom, és cseszik üríteni. Az üres raklapok is itt zavarják, hogy itt idornak, ugye. Megint nem üríti. Testvérem az úrba. Ó, te fiú, valóra ez... A tojás király még szerencsé, hogy több tyúkolat nem ültettem, vagy nem ültettem, több tyúkolat nem készítettem, mert biztos izé már itt megbalonduránk a raklapokkal. Jó van, úgyis. Ön lesz be hozom a tojást, úgy öntöm le. Izével kéne hoznom, bazd, ön lesz be pótkocsiba. Az lenne a legjobb. Ahol 2,3 millió van, most ez halál komoly. Egy vetés forduló alatt. Hallod, 5000 tyúk azért tudja dolgát, nem? Vagy nem öt, milyen 5000 tyúk? 10000 tyúk. És ez megint miért nem veszed át? És miért nem veszed át? Még félek attól, hogy besokol a játék, hogy nem tudom, vagy komolyan, vagy ilyeneket húzok be, hogy... Túl közel van hozzá a másik raklap, vagy nem tudom mitől csinálja. Egyszerűen cseszik le izérni. Gyerekek, hallod? Több mint 1 milliárd forintnyi tojást hoztunk el leadni. Több mint 1 milliárd forintnyit. Oda nézzé. Több mint 1 milliárd forintnyit. Hallod? Azért most nem haragudjatok, de ez epic. Ez konkrétan... Ez epic kategória. Mindig valahol folyik valami. Jó, el is fogyott. Oké. Több mint 1 milliárd forintnyi bevételt produkáltunk az utóbbi pár percben. Nem rossz. Én azt gondolom, hogy nem rossz. Igen. Akkor, ami nekünk köllene, az nem más, mint vetőgép kellene nekem, ami létezik a legnagyobb. Ugye ez a kettő, ez csatlakozik egymáshoz, ugye? 640 ló kell ám neki, apám. Igen, mekkora a 34.500 literes? Öcsém facsiga! Ugye ez az XL Toolbar 84 FT-hez kell. És ez az XL Toolbar 84 FT, és ehhez csatlakozik a 980 R2. Ez a 980 R2, ugye? Jó, akkor ezt a kettőt meg kell venni. Mennyibe kell? Nem számít, pénz nem számít, öcsém! Apunál van pénz, meg se nézem az arc, komolyan. Ennyi 290 az a röhely! Jöhet-e hozzá ez? Kerékbeállítás, jó van az úgy. 34.500 mag, öcsém, hallod? Az nagyon durva. És még maradt, figyelj, 475-ért vettünk izét. 475-ért. Azt kell csinálnunk, hogy viszont össze kéne szántani a területet.
Mindjárt csinálja ki fel. Ó, nagyon éle. Megint beindultunk, úgy látom. Nem kicsit. Ezt elvisszük, összeszántom vele a területet, kivágom a fákat. Aztán utána hozzuk a nagyvetőt. Hát az a nagyvető az... Nagy... Nagyon nagyvető, hallod? Nem tudom kifejezni. Nagyvető! Jézus Isten, és az azt hiszem, hogy tud egy... Persze, hogy tud egyből, hát hogy ne tudnád, hiszen azért az benne poén. Azért 34 ezer liternyi mag fér bele, gyerekek. És ugye, hogy az fogja eldönteni ennek a sorsát, ennek a reamódnak, hogyha annyira nem reális, hogy nem fogja elvinni a kész IH azt a nagyvetőt, akkor konkrétan meneszteni fogjuk a reamódot. Azért nem vettem ki, mert most gondoltam, hogy azért annyira még nem kell, de hogyha véletlenül ez nem fog működni normális, akkor a rea, akkor a reamód menni fog a háztól, de viszont, ja, egyébként írtátok, hogy ez valami, tényleg valami martelep volt, de a mapon, de egyébként jó, meg minden, csak ugye nekünk kicsi. De egyébként tényleg tök jó ki van dolgozva a map, nekem nagyon tetszik. Le a kalappal a készítők előtt, egyébként ha jó, ha... Azt hiszem, hogy az a csati is, akik készítették a YouTube csatornájába, már kommenteltek ide a videókhoz. Főleg akkor, amikor így hülyeségeket beszéltem, hogy ez nem tetszik, az nem tetszik egyébként tényleg. Na, összeszántjuk gyorsan azt a két területet, egyelőre azt a kettőt fogok megbunkálni, mert a többit most egyelőre engedjük el, de egyébként megvehetném majdnem az összes nagy területet, de ugye kellenek gépek. Mert valószínű, hogy még egy kész ilyen, meg még egy nagyvető, meg akkor esetleg kettő kombány. És akkor az tök jó lenne. Meg ugye nagy, nagyon nagy, nagyon nagy. Igen, jó, meg oké, meg is oldottuk ezt a kérdést. Azt a permetezőt meg fogom menni, és azt tudok akkor vele azzal izét is csinálni. Folyékony műtrágyát, mert mindig írtátok folyékony műtrágya, meg a nagy permetezőt vegyem meg. Engedek úgymond a nyomásnak, jó srácok? Hogy akkor legyen egy kicsit ilyen gyerekek, mi? Ezek a földek, öcsém, hallod, ezek tudod mekkora földek? De ezt még én sem tudom mekkora földek, de nagyon nagyok, hallod? Itt ezt ki kellene itt egy kicsit jobblálni, csak az a baj, hogy ugye ez az egész, mindjárt megmutatom, hogy összem, hogy ez nagyon nem úgy van ám, ahogy mi gondoljuk, hogy itt nekem van jogom itt bármit csinálni, mert látod? Látod? Hogy ez izé. Majd meg kéne nézni, hogy meddig tart az én földem. Ja, igazából addig tart, ameddig előbb van, szóval amik itt rajt vannak, azok már nem az enyém. Az már nem az enyém, úgyhogy az cseszhetem. Annyit fogok esetleg csinálni vele, hogy mínusz 2500-ért a fákat kivágom rajt, hogy ne az legyen, hogy összeakadnak, tudod-e? Megnyomunk egy zét. Meg egy vét, aztán meg összeszántjuk természetesen. Az összeszántást azt megcsinálom, ugye? Összeér a két terület, csak nincsen összeszántva. Oké. És ez ugye ez mind a kettő az enyém, szóval nincs semmi probléma vele. És akkor hozzuk, lehet, hogy kettő gépet kellene hozni. Meg kéne nézni a mellette lévő területet. Lehet, hogy a keeper az fogja gondolni, hogy egyébként ezt tudod, milyen hosszú ez a föld? Mint a vonatfügybe az a. Mint a vonatfügy. Ez nagyon brutál. Ez a föld, ez a kettő együtt. Ez a kettő föld együtt olyan hosszú, mint a map kb. Ugye itt még... Egyébként abban is gondolkoztam, hogy viszont itt le kell itt még dolgozni a végét, hogy azt kéne csinálnom, hogy ezt a 40-es földet még megvenni hozzá. Mennyibe kerül a 40-es föld? 560 valamennyi. És akkor azt csinálni, hogy itt valahol leválasztani a 40-es földet egy másik ketté. Mert itt igazából itt ez fölösleges, meg éppen nem tudod normálisan megmunkálni, hanem akkor ide raknál valamit, vagy itt ezt így lebetonoznánk, és akkor lenne kettő darab földünk, és akkor esetleg ezt itt ezen a részen meg tárolni lehetne ott olyan gépeket, amikre szükség van, érted? És akkor úgy lenne, hogy a 36, 42, meg a 40-esnek eddig lenne egybe, és akkor lenne egy ilyen epic nagy föld, viszont úgy, hogy ezen végig tudna menni a gép. Na ugye így vissza, végig menne, akkor itt visszapattanna, és akkor végig tudna menni eddig, itt le lenne betonozva, meg itt is le lenne, és akkor a 40-es felső rész, azt különálló föld lenne. És akkor így szó szerint, hogy az egész mapot végig tudod szántani.
vagy végig tudod munkálni. Az szerintem egy baromi jó dolog lenne, mert akkor figyelj, hallod? Tudod mennyi idő lenne az, amíg ezen végigér a gép, öcsém? Hallod? Ez nagyon, ezt meg kell valósítanunk. Ezt meg kell valósítanunk, hogy akkora földünk legyen, mint végig a map az. Mert ott hogyha belegondolsz, az a 40-es földet, az kiállt érte, hogy azt osszuk ketté, mert ugye ott azon a kicsi szűk keresztmetszetet majd mindjárt megnézzük élőben, mert úgyis el kell megmenni annak a felére is a földnek. Ott is kell szántani egy kicsit, meg kell művelni dolgokat. 2005-ért lehet, hogy kicsapom itt a fákat, ne zavarják itt a munkálatokat. Meg ugye van ott ilyen bokros rész is esélyes, hogy ugye összegabolyodnak, meg a másik végét is megnézzük a földnek. Úgyhogy nagyon gyorsan itt körbejárom itt ezt a dolgot. Azt megnézzük, gyerekek, esélyes, hogy hozzá fogom venni még azt a földet is. Na nekem az, én úgy érzem, hogy az egy jó dolog lenne. Na, jó. Figyeljetek, 2005-ben kivágjuk a dolgokat. Annyi, hogy jegyezzétek, jó? Jegyezzétek meg, hogy akkor mi van. Egy. Hogy ne legyenek itt. Ne legyenek útba. Hogy a gépek, amikor fordulnak, ne bolonduljunk meg. Kettő. Ugye nem az én földemem az... Nem az én földemem van, azért kell ugye a filet nem értem majd. 2005-ért darabját. Na. Ez a harmadik, ugye harmadik. Jó. Itt van egy ilyen föld alatti téma. Az lesz a negyedik. Jó, bokros nem érdekel. Ez lesz az ötödik. Meg itt van még egy föld alatti téma. Ez lesz a hatodik. És akkor 6x2500, az 7500x2, 15000, ugye? 15000-et le kell vonnom magamtól, mert itt olyan területet itt cseszegettem, ami igazából nem pont az enyém. Jó, mennyit akkor, mennyit? 15000-et le kell vonnom magamtól. Nagyon jó, gyerekek, ha komolyan mondom, nagyon örülök, a people! Lol, kicsit fel vagyok pörögve. Minusz 15000. Isten veled, kurta úr. Oké. Okay. Mégis itt akkor egy kicsit barátibb az esemény. Azt a betyár gyerekek, majdnem így drifteltem egyet az övertával. De figyelj, oda nézzé. Onnan a halál oszáról jön, mind az Isten nyila. Végig, végig, végig. Itt azért lehet, hogy a reumot be fogja tenni a kaputám ezeknek a gépeknek. Oda itt végig, 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 végig jössz, és akkor ott még folytatódna, ahol vannak azok a ventilátorok. Pörgetjük. Mindjárt meglessük, itt várja, itt átugratunk. Na itt ezt a fás részt ezért meg ugye már nem kell fizetnem, mert ugye az az enyém. Ezt itt le kéne sarkalni szépen okosba, meg akkor ott látod? Azt a földet, ha megverném, itt megnézzük, hogy nincs össze valami. Szerintem nincsen, összeérnek, az jó. Akkor azt tudnám csinálni, hogy mehetne, oda érzi, hallod? Azt arról a téletbe, hallod? Egész mapot végig tudnád izélni, dolgozni? Az azért nagyon epik lenne, hallod? Azt a betyár, hallod? Ez nagyon brutál, ez nagyon brutál. Ez most komolyan nagyon brutál. Úgyhogy lehet, hogy meg kéne vennem hozzá ezt a földet. Sőt, meg is veszem hozzá. Figyeljetek! Van pénz lóvéra. Hallod? Amire a kultivál, vagy az vető ezen így végig fog érni. Öcsém, arra lemegy a nap. Hát lehet, hogy ezt inkább elengedjük most. Jó ötlet! Így van, viszont ezen a földön most pont be van érve a cucc, hallod? Árpa, betakarításra kész. Nincsen megtrágyázva, de nincsen rajt gyom se. Öcsém, csak mondjuk a kombájnunk az pont nincsen még. Ej, gyerekek, hát nem egyszerű az élet itt tennék. Na viszont itt meg kell nézni. Jó, fordítsuk el tekintetünket a 40-estől, hosszú távú terror az lesz. Mindenképpen, hogy itt, akkor itt levágnám, érted? Mindjárt valamit mutat, meg tudom ám nézni. Ahogy gyerekek, ne haragudjatok, megint ilyen epik hosszú rész lesz biztos. Nem, nem lesz hosszú. Na, akkor azt kéne csinálnom, hogy itt ugye, itt összekötném majd, látod? Itt tudna tovább jönni a gépecske. Jönne. Egész le a pütk addig. A map széléig, itt konkrétan megütközünk. Map széléig lejöhetne, és akkor valahol
itt betonoznám, vagy itt izéném le, itt húznám le, itt megcsinálnám azt, hogy ugye, mint a hengerel is, vagy akár megváltoztatod a talaj, tök mindegy, de ugye akkor itt meg lenne, meg akkor itt is megcsinálnám, és akkor konkrétan kettő földre osztanám a 40-est, ami nagy, de ez a szűk keresztmetszet miatt, gépi megmunkálás miatt amúgy sem nagyon jó. Viszont ugye a 40-es alja, hogyha hozzácsapódna, figyelj, megmutatom mekkora ez. Meg végig, 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 itt is végig, 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 végig. Most ezt figyelj, nyélen nyomom neki. Végig, 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 végig. Azt a rohadt élet. Eddig, hallod? Eddig lenne. Az. Ez a föld. Szerintem egész baba lenne. Figyeljetek, először leteszteljük, akkor a két föld össze van szánva. Itt valamit okozok, hogy itt kellene még azért valamit csinálni. Na. Meg kell nézni ugye, hogy vannak itt a dolgok. Az a lényeg, hogy akkor konkrétan el tudom húzni egy egyenes vonalba azzal, ami ott van. Ez jó megmondtad. Jó, ezeket akkor kikacsap, hogy várja. Mindjárt ránézünk, elvileg itt van egy föld. Csík. Azt a betyár, nem is tudom, hogy merre vagyok előre. Itt van egy ilyen sorok, amelyik elmegy arra. És én abba az irányba húzhatom tovább. És ami belekerül, azt kivághatom. Na, mert ugye úgyse tudok ott szántani, amelyik nem az én területem. Szóval tök jó, mert úgy fogok szántani, ameddig köl. annyira jól megmondtam, gyerekek. Annyira jól megmondtam, be van kapcsolva még a területek létrehozása? Be van. Na, azt akartam mondani, hogy ott van egy ilyen srégelés, azt tovább kell húznom egyenesen, és akkor úgy jó lesz. Ugye ezt a félszigetet, amelyik itt van, ez a kis sáv, ezt fogom eltüntetni. Na figyelj, megmutatom, hogy mire gondolt a képer. Ugye itt látod, hogy ezt a vonalat kellene arra folytatnunk, és akkor mindig kivágnunk az előttünk lévő dolgokat, ne zavarjának be nekem. Tehát akkor megyünk itt végig, azt kiszállunk a verdából, aztán ami van olyan, azt ki fogja csapni a képer. Ugye? És azért nem kell fizetnem, mert ez az én területem. Megálltam, ugye amúgy se kellene fizetnem, ugye nem kell, a izőért nem kell fizetni a favágásért, csak ott olyan vitatott tárgyú volt, hogy az az én területem, meg nem az én területem, de azt így a föld szélével ugye kiszoktuk egyébként szedni a fákat, és nem is nagyon szokott ebből probléma lenni. De nehogy véletlenül azt mondjátok, hogy csitelek, meg csalok, meg minden. Ezért csináltam meg ezt így. Ezt a csodát. Na figyelj, ez a lényeg, hogy itten végig húzzuk. Ez volt itt a cél. Látod? És akkor ezután, ami benne van ebbe, azt le fogom szántani. Kivágom, le fogom szántani. Meg lehet, hogy itt a környező. Szerintem egyébként ez még mindig az én területem, úgyhogy olyan nem nagyon fogok én itt szórakozni ezzel. Ugye nem teljesen ér a terület széléig egyébként a szántás. Nem úgy van, hanem ugye tudnád tovább szántani, ha akarnál. Mert az összeszántás is azért működik, mert különben nem nagyon működne. Csak ugye ez így a terület szélébe lévő csekmeteket, azokat itt kivágom. Hát aztán már a legelső földön is megcsináltuk, gondolom, azért tényleg ebben. Hogyha ebben olyan hatalmas nagy probléma van, nem magyarázkodni akarok, esküszöm, mert tényleg volt olyan, aki írta, hogy nem kell magyarázkodnod, hát csináld nyugodtan. Csak vannak olyan arcok, akik annyira fel tudnak bőszülni azon, hogy ilyen triviális dolgok, hogy az őrület, és egyszerűen nem tudom, hogy azt hogy kezeljem. Nem tudom, hogy kezeljem. Mert engem se érdekelne, hát ez egy játék, így oké, szépen, most kivágsz három fát, szerintem abszolút nem tudom, hogy az emberek 99,99%-át nem érdekli, de azért van egy-kettő ember, akit meg tök olyan nagyon mélyen érint. Ja, és ezeket a fákat azért nem viszem el eladni, mert ugye az idő pénz, igazából sokkal többet tudok termelni, és itt ezt a facsemetét itt kézzel földobálom a pótkocsira, addig sokkal több pénzt tudok keresni azzal, hogyha én ezt gyorsan elvetem majd, és akkor vetésforgóba művelem ezt a hatalmas böszme nagy fődet. Gyerekek, mi van itt? Ettől barna fátukapok
úgy követ, amelyik itt, itt ezt, ezt lerakják a föld alá, mert ez veszélyesebb, mint a fehér, mert ez ilyen nagyon durva. Na, és akkor ezt fölkösz állítani gyorsan, és se kéne hozni. Mindenképpen szeretném, figyeljetek, nem tudom, milyen hosszú lesz ez a rész. Szeretném ezt kipróbálni, ezt a projektet. Egyébként ugye a saját fölnemen vágom fát, nem... Nem bírom hangsúlyozni, nem bírom hangsúlyozni. Na, hát hum vagy? Fa. Igen, ugye ezzel pénzt nem kapok, úgyhogy ezt bukom. Szerintem végeztünk nagyjából, buhe. Ezeket a bokrokat kiszántsa a Keeper, Sunshine Barbie. Sunshine Barbie! Úgy. Jó, ezt ugye le kéne akkor itt csettítenem. Aztán már is megtörtént, és akkor igazából más nem is kell csinálnom ezzel a földen előkészítenem, hanem mehet is rá a vető ezerrel. Ja, hát ez, ugye ezt azért csináltam meg ezt a részt, ugye itt, itt ezt, a szántast, mert ugye könnyebben tudjon dolgozni rajta a gép, hogy ne nagyon szívózom, viszont ott azt a fát ki kellett csapnom, mert úgy valószínű, hogy nem fogod fordulni ott az útnál. Jó, hát a szélét is nem biztos, hogy jól fogja megmunkálni, esélyes, hogy utána kell dolgozni, de hogyha nagyba fogunk dolgozni, egyébként azon gondolkoztam, hogy valószínű, hogy a földekre fogok plusz egy gépet venni mindenből, és akkor azon kívül, hogy én meg tudom indítani az X gépekkel a munkásokat, nekem lesz egy plusz gépem, amivel rendbe tudom hozni azokat a dolgokat, amiket ők elcsesznek. Remélem, hogy így érthető, hogy mit akarok ebből kihozni. Hát hogy ne lenne érthető, hát bazzai. Érthetően fogalmazott a Keeper. Mindjárt ezt megcsináljuk. Aztán már jöhet is a nagyvető. Én gyanítom egyébként, hogy a Real módot ki kell kapcsolnunk, mert ez, ezzel bajos lesz. Mennyink van? 2 millió van még. Szerintem lehet, hogy 2 darab nagyvetővel fogunk indítani. Egyébként, ha belegondolok, ugye... El is költhetném az összes pénzemet, mert ha ugye ezt valahogy úgy tervezem, hogy most learatom majd közbe a másik földet is, és ugye egyszerre vetést forgózzuk mind a kettőt, tehát most, hogyha ezt elkezdem vetni, akkor a másik is legyen elvetve, és utána pörgetünk időt. Lóvét, majdnem azt mondtam, hogy lóvét pörgetünk, mert igazából nem időt pörgetek ki, hanem lóvét pörgetek. Hát minél több időt pörgetek, annál több pénzem lesz a tojások miatt, ugye? Mekkora királyság, hogy ezt megcsináltuk, így megalapoztuk így az anyagi jólétünket. Na és akkor ugye, ha már elvetettem, és utána időt pörgetek, hogy megint érjen be ugye mind a kettő helyen a gabona, itt is, meg ott is, akkor megint lesz egy csomó pénzük, ugye valószínűleg körülbelül megint 2 millió euró, amiből ugye megvehetném akár a kombány flottámat is. Úgyhogy itt most már tényleg az van, hogy próbáljuk meg, itt már tényleg nem a pénz, nem azon múlik az egész, hogy meg lesz-e vagy nem, meg nem azon múlik, hogy lesz-e pénzünk vagy nem, mert lesz baromi sok pénzünk, amennyit akarunk, hanem itt inkább azon múlik, az múlik, vagy arra kell koncentrálni, hogy minél optimálisabban csináljuk. Mármint hogyha hogyha így szarul csináljuk, akkor mondjuk kétszer olyan lassan fog meglenni, mint hogyha jól csináljuk, érted? Itt most már tényleg arra kell koncentrálni. Itt nem, arra, nem kell azon gondolkozni, hogy meg lesz, mert igazából meg lesz, mert ennyi erővel. Figyeljetek, azt a földet ugye izénem, aratnám, és folyamatosan hordanám be a buzat. Vagy képzeljétek, most mondok egy nagyon durva példát, hogyha itt megvenném az összes nagyföldet, elvetném buzával, lenne rajta annyi buza, hogy pörgethették mondjuk egy hónapot is előre, és akkor annyi idő alatt több százmilliónyi tojás, összejön a tojásból. Érted? Mire gondolok? Hogy igazából meg lehetne. Szóval, nem tudom, ez a... Nem tudom. Úgyhogy az 1 milliárd euró kívás, az konkrétan megvan. Érted, mire gondolok? Hogy itt már nincs az, hogy meg lesz-e vagy nem. Hanem az, hogy optimálisan, hogy jó, hogy akkor már csináljunk olyan dolgokat is, amiket nem csináltunk. Mert tényleg az, hogy lenne, hogy itt ezt elvetem búzával, meg a nagyföldeket elvetem búzával, azt behordom azt a milliónyi, sok milliónyi liter búzát, abból a tyúkok azok úgy ellennének, mit tudom én, akármeddig szinte, hogy annyit pénzt termelnek, hogy 100 milliókat. Hát most figyelj, ennyi, 2 nap alatt termeltek 2,5 milliót, akkor most 10 nap alatt
10 napot pörgetek, akkor termelnek már kapásból 10 milliót, 100 nap alatt 100 milliót. Ú, baze, igen. Úgyhogy, ja, lehet, hogy rosszul is számoltam, hülye voltam egy kicsit, de remélem, hogy értitek, mire gondoltam. Csak a tojást kellene ordani, hogyha megcsinálok egy eladóhelyet, akkor oda be kéne szórni, azt Isten áldjon. Jó, meg is vagyunk, gyerekek. Ezt beviszem a telepre. Hát a telep egyébként elég messze van. Valószínűleg, hogy itt egy kicsit majd optimalizálni kell. A 40-es földet, amit ott összefogok, vagy ketté fogok választani, de lehet, hogy csinálok majd egy ilyen plusz telepet, amivel a 40-es földtől fölfelé lévő dolgokat fogjuk megmunkálni konkrétan, hogy legyen még egy géppark. Vagy gyerekek, itt kikapcsoltam azt az összeszántást, vagy a területek létrehozását, mert aztán akkor öcsém, ma lesz valamit te... Hoppa. Lesz valamit probléma, hogyha itt leír az eke, imittam ott. Bár ugye... Nem tud olyan helyen nem tudsz területet létrehozni, amelyik nem a tiéd. Oké, srácok, hozni kellene akkor a vetőt, mert kéne igazából még egy vető. És meg kellene follow me mode, mi? Akkor nem kéne kétszer. Valószínűleg lehozzuk az egyik betölt, meg még egy IH-t kéne venni, nagyon gondolkozok, vagy még egy traktor, de lehet, hogy az nem kész IH lesz. Bár ugye ez a legnehezebb, vagy a legnagyobb trucking, de lehet, hogy vennék még egy másikat. Egyébként kellene nagyon nagy izék, nagyon nagy pótok is, meg nagyon nagy silók, lesz itt egy övezeten, lehet, hogy pont itt csinálunk egy ilyen hatalmas silót, mármint gabonatároló silót, arra gondoltam. Na, figyeljetek, mentsünk egyet. Ma tényleg egy ilyen pörgős rész van. Tök jó egyébként szerintem, hogy mindig másfajta jellegű résszel érkezik a keeper. Valamikor pörgünk, mind a trágyaszóló, valamikor meg így el vagyunk. Nagy traktoroknál meg kéne, körül kellene nézni egyébként. Mert ugye, oké, hogy a KCH, az egy ilyen... Várjátok, hány kiló az a KCH? Nézzük, már meg. 24 tonnás a KCH. Arra nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy a... Sajnos nem írja ki, hogy a Challenger a 6, amelyikre ugye fel lehet rakni a tripla kereket. Várjatok, akkor ő egyébként ugye a legnagyobbal, legnagyobb motorral 692 lóerő. A fent... Nem ezt akartam, de milyen kerékbeállítás? Ja, ez egy szélesítés van. Aha. 646, szóval kisebb. És őre lettem volna kíváncsi, ő 646, de ugye őre föl lehet rakni a tripla kereket, ami lehet, hogy jól tenne, hogyha izélni akarunk. Egy ilyenbe egyébként belefektetnék, úgy megnézném, hogy mégis mit tud. Hogy őnek milyen lenne a tapadása. Meg kell próbálni az KCH-t, mert igazából én nagyon szívesen meghagyom a izei módot, a real módot, hogyha lesz olyan gép, amelyik elviszi a dolgokat, de ha nem, akkor nem, mert igazából akkor nincs értelme, akkor nem tudunk nagy gépeket használni a real mód miatt. Jó, egy ilyet hozunk magunkkal, megnézzük, hogy ez mit tud, jó, gyerekek? Meg akkor veszül, ja nem, megvan a vető, ott pont ott van egyébként, azért is akartuk azt, hogy ugye, hó, gyerekek, tök jó vagyunk, tök jó, amikor így azt mondom, hogy tök jó vagyunk, akkor nehogy véletlenül félreértsétek, nem, úgy gyerekek, ez kifér a kapun, öcsém. Mármint így a traktor kifér a kapun. Én azt se tudom. Kifér a kapun? Ez szerintem pont kifér. Azt a betyár, úristen. Hát de mekkora ez a vető? És ez hogy kell? Hogy először mit akasztok? Mi? Hova? Szerintem először kell ezt. Azt a betyár, úristen, mi az Isten nyila ez, gyerekek? Hát én eddig még csak MPZ-t használtam be, az egy farming szimulátorban, nem ilyen nagy dög állatgépeket. Mi a dúrós... Mit tudom én, mi a szar ez? Te Jézus Úr Isten, hogy... Hát gyerekek! Hát ettől megyek neki a falnak. Mi ez az a? Hallod, mindjárt átalakul Optimus fővezérré. Mi a szar ez? Meg mi az a cső? Mi az? Hallod, ilyen mind a kombájnon ilyen ürítőcső is van, te hallod? Ez nagyon beteg állat ez a gép, te. Ez... Van egy négy nagyobb vetőgép a világon? Hallod? De egyébként elő kéne lenni a tárcsának, nem? Hát most belegondolsz, itt van a magtároló, vagy hátra fújja valamin keresztül? Most azt nézem, hát ez én inkább úgy értelmezném, nem? Hogy ez ki tud nyílni? Vagy mi a szar? Vagy ez hogy van ez, gyerekek? Várjál!
az nem tud kinyílni. Hát ez valószínű, hogy hátul kell lennie, nem? Mondjuk ez csak a mag tárolására alkalmas szerkezet. Hát akkor ezt elcsesztett kíperet. Fordítva van testvérem az urban, olyan hülye vagy öcsém. Csak ez most hova álljak, apám? Na mindegy. Figyelj, virág az nem okoz akadályt. Kitépröm a izét. Beton kaspót. Hát igen, hát mondjuk ez a traktor a javába, gyerek. És még van 1,2 millió lépte. Aha. És ez mi hajtja? Értené, hogy gőzgép, de mi hajtja? Aha, itt jönnek a csövek. Aha, ott jönnek a csövek. Tehát akkor úgy van ez, hogy a hátulról csatlakozik. Te hallod? Hát mi ez, bazza? Ez tényleg... Ez valami... Ez kinyílik, és akkor ilyen napelemek lesznek, és ez maga a... Figyeljetek, én kiviszem ezt a földre, hallod a földre, mert azt majd ottan ekecselünk bele, mert ezt valahogy össze kéne raknom, mert... Ez nagyon brutál. Na, ez kinyílik ilyen napelemek, aztán ez a műrűrállomás, nem? Ez meg a izai, ez meg a lakókabin, vagy nem tudom. Ez apám, ez nem kis pálya tényleg. Nagyon kíváncsi vagyok erre a traktorra, meg a készíját összehasonlítjuk mind a kettő, hogy mi az, amit tudnak. Ja, itt a föld szélében majd összeállítom őket, mert ez nem egyszerű móka. Jó, itt jó, itt jó helyen van. Mindjárt hozom a másikat is. Gyerekek, viszont erre aztán nagyon kellenek dedikált gépek, mert én ezt nem akarom szétakaszgatni, meg összerakni őket, mert attól biztos, hogy szívrohamot kapok a fülemre, vagy nem tudom, hallod? Ahogy Győzike mondta annó. Mérőrállomás? Életemben nem használtam ezt a vetőt, esküszöm a farmingba. Hallod, ekkora gépeket nem szoktam használni, mindig ilyen megmaradtam ebbe a kis autentikus gépes részbe. Te egyébként nagyon élvezem, és ez nekem ilyen nagyon újdonság lett, hogy most egy ilyen egész más oldalát ismerem. Mert tényleg így benne maradtam mindig ebbe a nagyon egyszerű kis tingli-tangli gépplay sorozatokba. És most bazza, elértünk egy idáig, hogy ezt kell csinálni a képvörek, hogy a izét kell úznia bazza, a mérő állomást. Vagy a nemzetközi űrállomást igazán. Hallod, ezt a kaput azért kitalálták a készítők, gondolták, hogy a gyerek tudja kiúzni a nagy vetőt rajt. És én ezt kinyílik, hallod? Nem tízért kéne eléakasztani ennek a csodának, mi? Osztó betyár, hallod? Hát ez... Na jó, van öcsém. Megszorultunk egy kicsit. Na, itt nem fért át. Úgyhogy ezt tanuljuk meg, hogy itt nem fog elférni ez. Ez most nagyon megakadtunk. Az a tábla meg a huncut. Ja, meg ott van egy beton. Várjál, kicsit odébb állok. Ja, gyerekek, kicsit meg vannak gondok. Ugye így okosba tudod trükközni, hogy oda tolatsz, és akkor odébb fog rá. Ugye így tudsz trükközni, hogyha beakadsz valahova, és nincs kedved azzal mókolni, hogy egy másik géppel rángost ki. Hallod? Én azt hittem, hogy itt egy ilyen hatalmas helyet hagytam, és igen, egy hatalmas helyet hagytam. Ide egy TS-telep elfér, azt most meg ezzel a géppel nem tudok elférni. De viszont ez meg legalább nem ilyen forgósámolyos, cuccos megoldással van megoldva, úgyhogy ez tolatásilag, ez egy projekt, ez jó. Na gyere! Ja, sikerült leakasztanom. Ennek meg rá kéne akadni, de bye. What the fuck? Ennyire elnéztem volna valamit? Hallod, akkora kereke van ennek a vetőnek. Hátsó kereke, szerintem nagyobb, mint egy MTZ-nyi. Hát, mármint ez a kerék, ez tudni nagyobb, mint egy MTZ hátsó kerék. Na jó van, akkor tekerjük mind az őrült meg. Azt ki fogjuk próbálni mind a kettő géppel, jó? Annyit már próbáljunk meg. Azt a betyár, Jézus, igen, mérőrállomást húzzuk magunk után. És akkor még csodálkoztak, hogy erre a földre én nem akartam ezt a gépet, hallod? Hát ezzel megfordulni egy rémálom. Ugye itt ide olyan földek kellenek, amik nagyok, és nem kell 200-szor fordulni rajta. Hát itt 200-szor kell fordulni rajta. Egyébként meg is tölthetném, nem? Van ezen izé? N. Most ez mindig ez a izé probléma. Van ezen N? Nem mondod, hogy ezt így tudod tölteni, Dezső, hallod? Hát ez azt a betyár. Várjál, ez nem tud trágyázni, mi? Ajjaj, bazze. Ez nem tud trágyázni. Testvérem az urbár vagyunk verve. Nem vagyunk árverve egyébként, de hát ez van.
Jó, hát muszáj lesz. Nem igazán értem. Nem igazán értem, hogy ez hogy működik. Mert ott van még egy tartály, és ez... Jó, most ez kár volt kinyitni ezt az ernes dolgot. Figyeljetek, tudjátok mit? Majd ott megtöltjük, jó? Jaj, tudsz váltani! Oda nézzé, testvérem! Egyik tartály, másik tartály. Oda nézzé, tesó! Hallod? Ez nagyon adja! Hát ilyen nem még életemben nem dolgoztam, gyerekek. Még a észre, még a csillag romboló. Még nem halál csillag. Még nem készült el bazzá. Amikor én még foglalkoztam a farming szimulátorra, most már el van készülve. A halál csillag megjelent. Na jó, ezt vigyük haza. Aztán akkor meg kell tölteni. Úgyis töltőállomást majd fogok lerakni valahova. Ugye, de figyeljetek ezt, mennyi volt? 36 vagy 35 ezer liternyi cucc fér ebbe bele? Hát hallod, de levetem az egész földedre, hallod? Az egyen litő mentén végig megyünk. Az egész pangját. A magasabb egyébként magasabb a teteje, mint az alja, úgyhogy arra rohadtul figyelni kell, olyan szinten akarsz vele egy a tábláknál. Halljátok, ezt lehet, hogy azt kellene csinálni egyébként, hogy tényleg a hallod, itt nem fogok tudni elmenni. Tábla mind a két oldalt. Szivatási van. Megpróbáljuk? Nagyon a közepén, vagy mi legyen? Allor, ez nagyon cumi. Hát nem fog elférni, öcsém. Ez nagyon cumira vagyunk véve, he. Hát itt talán itt oldalt, nem tudom. Á, nem jó, nagyon nem jó, semmi nem jó, gyerekek, nem férünk el ezzel a kotlával. Ó, te fiú! Hát öcsém, összecsukott állapotban akkora, mint egy low. Kár volt ide bejönnünk, most nagyon rácsöztem ezzel. Hogy se tudok elmenni, sehogy nem tudok elmenni, de jó. Várjál már. Minusz 2500 gyerekek. Ki kell vágni a fát? Egyébként szoktak ilyet csinálni valóságban is. Nem mondjátok, hogy nem. Ó, te fiú! A drágaság ezt elvinni, apám. Ezt hallod, ezt nem mozgatjuk sehova. Mekkora ez a traktor, te hallod? Hátrafordulsz, ezt megjettem. Ez tényleg az a izé van, itt csillagromboló. Na, hát itt hogy fogok még egyáltalán eljutni A pontból, B pontból, azt nem tudom, de mondjuk a vízbe valószínű, hogy... Jöcsém, ez durva volt. Ajaj. Ne szivassál meg, ne szivassál meg. Ne szivassál, légy szíves, komolyan mondom, kérlek. Oda, el akarok menni, ki akarok próbálni ezt a dögöt. Ne szívasd a kipöt, komolyan olyan szépen zajlott minden. Az utóbbi 5 percben meg minden ilyen izőig nagy káosz lett. Próbálom így félkeresztbe. Az a baj, hogy mi van, nincsen diffizárunk. De nézd, minden pörögnek a levegővel lévő kerekek. Próbálom így az a tipikus tőle ilyen mászlatni jobbra-balra. Jobbra-balra, menjünk szépen, ajaj. Ez olyan vertikálisan nem nagyon csuklik az a gép, úgy látva. Gyerekek, itt nagyon összeköszönned magad, hogy ezzel el akarsz jutni A pontba, B pontba, mert itt megbolondulsz. Jó, oké, figyelni kell az ilyen táblákra, hogyha egymásra szemben vannak, akkor jaj, nem a megint! Hallod? Gyerekek, ne ugyanoda rakjátok ezeket a táblákat. Na jó, itt a vasúton talán át tudunk menni. Nagy gáz. Ennyit a nagy gázról. Ó, de megakadt. Gyerekek, ezt egy szívas leszállítani. Te nem gondoltam, hogy az ekkora... Hát most nagyon megakadtunk. Ekkora szívás lesz most így. Nem tudom, hogy merre menjek. Itt megpróbáljunk fölmenni földeket.
Kellett volna egy spotteri arma, gyerekek, hogy úristen, hallod? Ez elcsém. Na és akkor még mondtátok, hogy nyugodtan használd azon a kicsi földön, nem lesz baj. Atya, jó, hogy itt nem fogunk tudni elmenni, az biztos, hallod? Úgyhogy visszafordulás, hát hogyha tudunk. Egyébként ennek a challengernek arra emlékeztem, hogy a fordulókere az ilyen nagyon kicsi, ilyen tök jól megvan. Nagyon be tud törni, ugye? Látod? Oda nézzél. Így szépen, oda néz. Egy évből megfordulunk ezzel a dögge, az jó. De valahol át kéne menni a sínen. Lehet, hogy itt kéne átmenni arra fele. Így, mint hogyha így lejtős lenne kicsit. Úgy, és akkor felfordulunk az útra. Nem gondoltam volna egyébként, hogy ekkora szívás lesz itt eljönni. És tudom, azt nézem, a folyó nem... Ja, a hidon az biztos, hogy nem fogunk tudni átkelni, ugye? Ezt jó sejtem. Itt is tábla, oda-vissza. Tök jó, kösz. Jó, a folyót, vagy hidat meg se próbáljuk. Jó, nézzük meg a folyót, hogy valahol nincs olyan lankásabb része, ahol át tudnék kelni. Hát szivatnak anyám, stop van most, nagyon durván. Hát talán itt figyel, így hosszába bele, és ott a szembe, ott meg ki. De akkor nyilgázat nyomjad neki, keeper, úgy, és akkor ugyanígy ki. Ne, itt vannak a rönkök, ne! Hallod, ekkora szívás, töcsém, hogy pont itt voltak ezek a kivágott fák. Ugye nem láttad még a lottávolság miatt időben, nem láttad meg. Hát visszamegyünk a mererbe. Imádkozzunk, hogy valahol ki tudjunk menni. Hát nem akarok nagyon itt izélni. Szupererő módot alkalmazni, de végig ezek a tuskok, hogy a rosszabb nem etted meg. Baj, itt talán kikaphatunk. Tuskok meg fognak szivatni, érzem. Na. 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 86% slip. Szerintem az nem 86, az 100. Jó, oké, annak már nagy kell. Nagyon alacsony egyébként ez a... Nagyon alacsony ez a vető. Ilyen állapotban is. Ilyen felemelt állapotban is, aztán egy kicsit problémás tud lenni. Egyébként na... Hát, igen, valószínűleg, hogy ki kell kapcsolom a realmódot, mert nézzétek meg ezt itt. Itt fölfele üresen mindenféle humbuk nélkül nem nagyon akar működni normálisan. Jó gyerekek, viszont ideértünk, az csoda. Bocs, hogy egyébként hosszú a videó, de van egy ilyen cél, akkor ezt el akarom érni, hogy legyen meg, jó? És akkor kellene nekem műtrágya, meg kellene nekem magtartály. És írtátok, hogy ha különböző fajta trágyával trágyázok kétszer, akkor nem kell időt pörgetnem, már nem egyből rá tudok menni. Úgyhogy az tök jó lenne nekem, mert akkor ugye a folyékony műtrágyázóval tudnék erősen dolgozni. Gyerekek! Ja, be kéne vinnem a tele... Figyelj, van egy baj. Várj, nem is itt kell bemennem. De van egy baj, ez nem fog beférni a telepre. Azt már most látom, hallod? De, arra ott kell bemennem. Miért van csukva a kapu? Ja, mert az másik kapu. Ó, de jó, kettő kapuja van. De hallod, ez nem fog beférni a telepre. Arra föl készül... Már föl vagyok készülve. Az tudti. Az tudti, hogy nem fog beférni a telepre. Be fog férni. Mert akkor izé, akkor nem sok értelme van beverednem. Vagy megpróbálnom. Gyerekek, hallod? Ezzel a vetővel ezzel nem szabad nagyon ficeregni. Hát, öcsém. Ez olyan ki volt számolva. Na, kellene töltő. Töltőre kéne rakni a verdát. És akkor úgy kellene. Jó, azt meg is csinálom, gyerekek, kölbe az. Melyik oldalán van? Bal oldalán van. Akkor a jobb oldalára kéne. És ez lehet, hogy itt lesz elől. Ott, ahol a KCH van. És akkor itt
Na, nem tudom, hogy ki tudok-e menni egyen. Annyira cumi ez a, ez a gép. Legszívesebben a magot, magtárolót oda kiraknám a föld szélébe. Mondjuk ennyire rakhatnám oda is, nem? Nem akarom azt megcsinálni, hogy a gépi munkás maga vegye, nem tudom. Az nekem olyan idegen, nagyon idegen. Mondjuk ide tudnám rakni. És akkor, hogy megy ki, akkor várjál. Na mindegy, rakjuk le, mindenképpen kell. Jó, gyorsan lerakom, azt kipróbáljuk. Jó, gyerekek, nem teleprendezés. Egyéb. Akkor kölne nekem ez, ugye? Meg a mag. A szídes. Ja, egyébként ide is rakhatnám, én ebben gondolkozom. Ide. Ja, ez nem az enyém, látod? Na, eddig az enyém, mondtam. És azt mondtam, hogy látod, még itt az enyém. Szóval van egy ilyen rész, amit még így le tudnák húzni. Oké. A magtároló, ugye, ahogy megy ki, akkor ezen az oldalon lenne jó. Egyébként ezt a lámpát, ezt lehet kicsapom innen. Úgy valahol ide. Ide kellene, ide, és akkor így ki tudok arra mennie. Pont szar helyen áll az a hülye gép. Tudod! Induljunk! Pont szar helyen áll, mert mindjárt kidalálja a Keeper. Ugye ez fontos, hogy hol rakom, mert különben sokat fogok vele szívni. Mit kellene, hogy ugye ide állok mellé. És akkor itt tudnám tölteni kb. És akkor itt ki tudok menni tovább. Akkor valahol itt kellene, oké. Okay. Jó van, gyerekek. Bocs, de tényleg meg kell csinálni. Nem siló? Egyéb. Szittank. Úgy, meg akkor kellene egy szilárd. Úgy. A szilárd! Halmaz hallapotú. Na, en. Akkor ezt így ki kell nyitnom, oda kell, hogy menjen, ugye? Kb. Gondolom. Öcsé. Működik! Testvérem az úrba! Ez baró jó egyébként, ez nagyon tetszik. És nézd már meg! Van egy ilyen mini szállítószalag is. Várját, kiszállod. És konkrétan így töltöd. Asztal is le van animálva, hallod? Az nagyon ott van, nem? És itt is le van animálva, hogy hallod, ez nagyon jó. És van egy ilyen szűrő is. Öcsém! Azért ez valami, nem? Azért itt megvan a technik. Ez nagyon tetszik. Ez, gyerekek. Meg is vagyunk? Úristen, 33 ezerbe került, hogy megtöltöttem! Azt a rohadt! 33 ezerbe került a töltés, a gyerekek. 33 ezerbe. És akkor jöhet benne a seed is, ugye? És igen, a seedet is pakolja. 33 ezerbe került megtölteni ezt a vetőt. Hallod, annyiba került, mint mit tudom én. Mondjuk 60 ezerbe biztos bele fog fájni, hát annyiba kerül megtölteni, mint egy flotta MTZ-e, érted? Mind ide, mind 5 darab don. Combine. Kicsit fejlődünk, nem? Kicsit icipicit. Jézus, hallod? Hát azért ide kell lóvé. Azért ide kell lóvé. Gyerekek, amire a föld végére elérek, arra le legyen nap. Oké. Okay. Csukjuk be, közben indi-bindi van. Aztán, hogyha nem fogja bírni az a verda, szerintem akkor izé lesz, gyerekek. Hát nem itt kellett volna átmennem, hanem itt. Ez a vizes árok, ez egy kicsit olyan. Jó, hát nem, szerintem nem erre tervezték ezt a mapot. Keeper meghódítja itt a dolgokat kevényen. Nem kispályázik. Hát az úton meg sem próbálok elmenni. Ujjjj, itt meg árok van. Na jó, hát ez megtörtént az esemény. Keeper megérkezett, megjöttünk. Ja, elmegyünk arra. És az a baj, hogy már alig akarja húzni szegény. Mondjuk a sleepje nincsen nagyon. Mindjárt kiderül, hogy fog muzsikálni, mennyivel lehet ezt húznia. Azt nézzük már meg. Nézzük meg a garázsba egyszerűbb. Hol van ő? Mi? Hol van? Vagy az előre rakta? Nem, hol vagy? Ha, itt van. Elvileg, mennyivel? 25 méter?
18-at tudná húzni, hogyha minden simán sima. Ha minden simán megy, akkor 18-at tudja húzni. Azokat a fákat viszont ki kell durrantanom. És földön van, úgyhogy ennyi mé, jó. Gyerekek, ezzel megfordulni, hogy fog megfordulni a gép, hallod? Hát már most előre félek. Ezzel meg sem tudom csinálni azt, hogy itt lehúzom a föld végét. Föld végét, vagy körbehúzom, már mekkora atomerőmű gáz. Ja, írtátok, hogy ezeket a tuskókat nem kell izérnem. Eladnom, vagy ilyesmi, bármit csinálnom vele, mert eltüntetnem, mert ezeket ki lehet pusztítani. Olyan furcsa érzésem volt, mint hogyha valaki birizgálna a hajamat. Ugye para érzés volt. Nem voltatok még így? Mármint nem pont ilyen birizgálásra, hanem hogy olyan érzés, mint ha valaki lenne mögöttetek. Fú, de nagyon fosok. Komolyan! Esküszöm. Hú, de szar volt. Fú, bazen. Nem szeretek ilyen horrorfilmeket nézni, mindig így visszatérnek ilyenkor azok az élmények. Ó, oh, na, no, nem ahhoz vágjuk. És amit látjátok, szándékosan nem rakok be ilyen olyan modokat, hogy mit tudom én, óránként termel a szélerőmű 1000 eurót, vagy ilyeneket nem rakok be, mert az nekem... Az nem én termelem meg konkrétan. Meg hát annyikor annyi befektetés van rá, hogy jöjjöcsém, hallod? Ez mekkora lesz, nem is tudom elképzelni. Te Jézus Máriám. Akkor a hátsó az lényeg, te az csak szíde, azt a betyár. Jézus Úristen. Hallod, ezt lehúzza bazd meg háromszor. Ezt a földet. Hogy kinyitod végig máma, vagy esetleg valami lesz? Jézus Mári. Hát ez hülye. Hát ez hülye. Na jó, van, oké. Szerintem kb. Irányba is vagyunk. Egy kicsit, valahogy egy kicsit túllógatva kezdem, azt közben meg 10 méterre egy felevető kilóg. Na, oda nézzék. Hát gyomok egy hát. Ezt adjál neki. 18-a kéne húznia. Hopp, de várja, állj! Ne búzád, baze! Ha megint majdnem lenyomtam búzával. Fű, búza, árpa, zab. Repce. Legyen repce, jó? Legyen repce, egyébként az is jó hozzám. Meg majd írjátok meg, hogy szerintetek mi lenne jó. Na várjál, hátra tolatok, aztán elindítom én itt. V, V. Mondom, V. El kell indítanom hátsót is, vagy mi? B? Nem, azt nem kell indítanom. Miért nem akarja csinálni? Miért nem ereszti le? Ha? Szóval, hogy működik az? Nem nagyon akar ez működni. Mármint, hogy nem rakja le. Hát nem a V-vel ereszti le, vagy mi az anyám Isten nyilálva? Nem akarja leereszteni, gyerekek. Esküszöm! Mivel kell leeresztenem azt? Traktoron kell nyomnom valamit? Traktoron kell vetőgép le... Traktoron kell lennie, hogy vetőgép leeresztése? Hát erre nem jöttem volna rá. Így külön kell. Na jó, oké, akkor most jöhet a gépi munkás. És 18-ra kéne húznia. 13, 14. Az a meglepő egyébként, hogy elhúzza a gyerekek. Azt a betyár, hallod? Azért ez a nem mindegy, öcsém. 16. Na, egész jó. Sleepje egyébként ennek nulla. Figyeljetek, elérek a telepig. Akkor meg akarom nézni, hogy a készíját elékötöm. Hogy igazából melyik a potensebb gép, jó? Melyik a potensebb gép? Ez majdnem nyílen húzza, 17-tel húzza, Sleep az 2, konkrétan alig rúg meg. És én úgy érzem, hogy ez a Challenger lesz a gyerő. Meg akartam nézni, hogy ez milyen nehéz ez a gép. Ha 22.000 kiló, ez is körülbelül ugyanolyan nehéz. Az azt hiszem, hogy 24.000 volt talán. Hát ez nagyon durva elvető, gyerekek. Öcsém.
Hallod, ezt lehúzza háromszor ezt a földet. Mondjuk azt olyan hosszú áll, mint a vonalfügy, de tényleg. És nézzed már meg. Ugye megyünk a következőre is. Bár a következő föld, az mi van vele? Az a baj, hogyha el van venve, akkor lehet, hogy nem nagyon szereti. Zöldkék, művelt. Ugye csak a művelt, az jó. Az jó, mert de mondjuk a művelt földön ugye az rosszabb lesz a tapadásunk, azt ne felejtsük el. Úgyhogy, mindjárt ezt meglátjuk. Rosszabb tapadással fogunk menni. Ugye mindig a tarlón jobb, legjobb a tapadás, ugye a földeknél. Ugye a művelt, tehát a kultivált területen szar, és ugye a legszarabb az meg a szántáson, mint a valóságban. Ez a realmód egyébként tök tetszik nekem, csak működjenek a gépek normálisan, és akkor meg vagyok békélve vele. Megyünk tovább, ugye? Nézzük meg, figyeljetek a sebességünket. 17, 18, 16, és mindjárt sleepünk ugye 14, látjátok? 17%, 11%, 10-el megyünk csak, 20% sleep, és annyit akartam még, állj, hogy meg akarom nézni a izével is, az IH-val. Most ugye láttuk, hogy KV10-et tudja azért itt ezt húzni. Meg akarom nézni a készen, hogy akkor milyen gépeket érdemes venni. Azt! Öcsém. Az 50-es MTD-t elé akasztom, akkor aztán izé lesz, érdekes dolgok. Na, és van egy olyan helyezésem egyébként, ez nem lesz olyan jó. És nem is a teljesítménye lesz a problém, mert a teljesítménye ennek nagyobb. Viszont a tapadás szerintem, hiába gumiheveder, ennek a tapadása szerintem szarabb lesz, figyeljétek meg. Egyébként itt ugye be lehet menni a földre, azt akkor nem kell szarakodni, csak az a gond, hogy az a nagy tárcsával revigen kell bemenni ott a földre. Na, kíváncsi vagyok. Ennek szerintem a sleepje már akkor, nézd már meg, 30% sleepje van, üresen. Üresen. Ez itt így rúg, mint a disznó. És amúgy ez egy hülyeség, mert nem szabadna neki itt rúgni, érted? A kultivált területen. Hát ez szerintem ez kaki lesz, megmondom őszintén. Ez szerintem kaki lesz. Ez semmire való lesz. Ah, 40% sleep. 42%. Rúg, mint a bolond. Jó utca mondjuk húzza. Ez nagyon gyenge ám. Jó, 8-a húzta, ugye? Viszont a cseli az szerintem kapásból fel fog menni 10-re. Meg figyelj, 28% a sleepje van így. 28%. Ez böszbe sok. Nem szabadna. És ez hülyeség. És ezt nézd meg a challenger. Hogy annak ilyen 8% sleepje van. Meg sokkal dinamikusabban mozog. Á, ez a challenger lesz a nyerőnk, gyerekek. Ma most látom, ez sokkal jobb, sokkal jobb. Egyébként itt vannak ám ilyen hatalmas dobok, főleg visszafele, ahol lehet, hogy el fogja ásni magát a gép. Nem tudom, annyira kíváncsi vagyok, lehet, hogy azt még megvárom. Jó, menjünk. Nézzük, hogy nem nagyon csesztük el. Oda nézzetek, hogy lehúztuk, hallod? Tök jó. Ilyen 15, hallod? 15 instant! Érted? Úgyhogy a készíják azok elmennek a francba. Készíják elmennek a francba. Nem jó. A challenger a tripla kerekével azért ott van. És ugye nem olyan nagy a sleepje. Ott ez nagyon jó. Női sofőr, kis szoffos, bici. Pattog az ülésbe. Jó, hát ez epik hosszú lesz egyébként. Figyeljetek, én annyit megcsinálok, hogy a föld... Lehet, hogy elfutok a föld végére. Ezt kivágom a fákat, ezt megnézzük, hogy fog ez fordulni. Ugye van ott egy árok is a föld végébe. Úgyhogy ez érdekes lesz. Azt a betyár, mekkora ez a gép, gyerekek. Nagyon jó. Ott látjuk egyébként mennyivel. 18-al megy most már, 17-tel, nézd oda. 16-tal, 15-tel,
Többel is menne egyébként, hogyha nem a tarló lesz. Ugye, és itt se kultiváltól nem fog menni semmiképp. Na, itt mindjárt megindul lefele, fölfele lehet egyébként, hogy bássa magát a föld alá. Nem fog tudni fölmenni, attól egy kicsit félek. Itt eltüntetem ezt a szitút. Itt ne legyen ilyen hülyeségek. Saját föld, úgyhogy nem magyarázkodok, nem magyarázkodok. Ja, itt van egy ilyen árok, és ezzel lehet, hogy problémák lesznek egyébként. Max, megveszem a mellette lévő területet, aztán felhúzom, hogy ne legyen ez az őrület itt. Már megint idő van. Na nézzük. Ó, érkezik a challenge! Bazd meg, ekkora ez a gép. Hallod, és fosok tőle, hogy így jön. Gyerekek, ez nagyon jó. Várjál ma! Mindjárt kipörki találtam valamit. Megnézzük, hogy fordul, azt ígérem, hogy már nem fogunk tökölni. Na, így. Nézzük, hogy mit csinál azt a csodálatos isten nyila. Igen, látod, a legvégét meghagyja. És egy évben megfordul a challenge-et itt. Nem mondott testvérrel. Nem mondott, és le is teszi. Azt, ahogy csókoltatom édesanyádat meg, hallod? Hát akkora király vagy, apám. Akkora király vagy, ilyet nem látott a föld. Na és itt ezt mondtam, öcsém, mondta, nézzél mennyibe, öttem egy fölfele. Kapja az ívet, apám. Kapja az ívet. Nagyon brutál. Tök jó egyébként. Csak az a gond vele, hogy ez nekünk sok lesz, én úgy érzem. Úgyhogy lehet, hogy a Realmord megy a levesbe, jó? Ha mégse az legyen, hogy itt a Challenger-re idejével 5 km per órával vetünk. Rugdos meg minden, mindjárt megnézzük. Öttel érted, öt, azt tudod mi? A sétasebesség, nem futássebesség. Sétasebesség. Szerintem valahogy úgy van, hogy itt vannak a izék, látjátok, itt vannak a rotorok, és ott azon kell, úgy fújja valahogy. Ugye a magot át, egész rendszeren. Jó, itt megindult 10-zel egyéb, odarész 11. Fölér azon a dombon, azért elboldogul vele. Szóval annyira nem veszélyes egyébként. Annyira nem veszélyes, tök élem egyébként, tetszik. 14-je itt megindul, ott lesz még egy kicsit nagyobb domb, lehet, hogy behagyom a módot, igazából kell a challenge-re. Az KCA elvérzett, főleg izén miatt. Főleg ugye a taporás miatt, viszont ez, baze, ez hallod? Ez ilyen négy belehúzza ezt az egész földet. És itt tudjátok mennyi izé lesz ebből? Ide legalább kell négyet combine. Meg akkor kell, de viszont a Realmord miatt ugye nem tudom tudni használni a nagy átrakókocsikat, úgyhogy lehet, hogy a Realmord kimegy. Jó, kimegy a Realmord, bocs, hogy ilyen hosszú lett a videó. Nem is tudom, hogy egyébként kell-e ide kettővető. Mondjuk aztán nagyon gyorsan végeznének. Mi? Az ekkora földön öcsém kérvető. Inkább lehet meg kell nézni, hogy mi van itt még. Mi az, ami még nekünk itt leedzik. Ja, érdekes, hogy milyen ideig vannak ott szántások, figyeld. Bele van oda valami növezve. Érdekes, hogy ez... Mi a franc? Ja. Mindjárt meg fog állni, nem is baj. Ja, valószínű, hogy megveszem akkor itt a mellette lévő területet, és akkor itt ugye a 40-est, és akkor itt levágjuk, és akkor ez is a miénk lesz, és akkor B-ig tud menni. Hát egy ekkora böszme nagy terület, így a 36-os, 42-es, 40-es egyben, hát ez epic lesz, gyerekek, ez epic. Itt annyi cucc lesz ezen a földön, megőrülsz. Várja, ne vidd el. Ibaz, nyomja neki, öcsön, mindjárt várja, odébb megyek. Ez nem kis pályázik, Challenger az. Viszi a izét, viszi a mérőállomást, mi? Mindjárt megindul, figyeljétek, nézzétek, hogy mennyibe megy. 15-14-je. És figyeld, ki fog érni a izére. Arra a területre, ott már jól fog menni. 16, figyeld, kiért. Mondjuk itt is 15-14-je. 13-12, jó.
Reamót ki fog ugrani, gyerekek. Aztán akkor esetleg a KCI-t is tudom használni, akkor normálisan működnek a gépek. Hoppá! Meg ugye akkor tudom használni a izeiket is, az átrakókocsikat. Hát bocs, gyerekek, hogy ilyen hosszú rész volt, de viszont nagyon imádtam, nekem nagyon bejön ez a projekt most, amit itt csinálunk. Ez azért nem kis pálya dolog. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi, csőtiszta!